Tengervédők klubja. A brazíliai Bahia öböl. Egy indián legenda szerint a világ születésének kezdetén egy nagy, vakhitúan fehér tollazatú madár, miután megállás nélkül éjszakákon és nappalokon át repült, a hosszú utazástól kimerülten leszállt egy hatalmas szárazföld tengerpartján, majd kimúlt. Hosszú nyitott szárnyai a talajon ekkor fehér homokos strandá változtak. Ott, ahol a szíve vert, hatalmas gödör nyílt a földben, amely megtelt a tengervizével, partjait pedig a madár vére tette termékenyé. E föld őslakói a tupinambák hiedelme szerint így jött létre Kinimuré, a csendes vízű tágas öböl, amelyet azután az európai fehér emberek a minden szentek öblének neveztek el. Ez a Bahia öböl. Az alapvető problémát jelentő igen nagymértékű szegénység az öböl ökológiai egyensúlyára is kihat. Az Alagados negyedben tanúi lehetünk, hogy miként vonható össze a környezetvédelem a társadalmi haladással. Ebben a favelában megmaradt néhány cölöpökre épült ház. Bennük nem is olyan régen még a lakosság többsége élt nagyon nehéz körülmények között. A csatornahálózat nem volt kiépítve, a szennyvíz egyenesen a tengerbe ömlött és szennyezte azt. Jelenleg több akció is a szegény halászok e város negyedének rehabilitációját és egyben az itt élők életkörülményeinek javítását tűzte ki céljául. A partszakaszt erős támfalakkal vették körül, csatornát építettek, és számos új, immára modern elvárásoknak megfelelő épületet húztak fel. A mintegy 15 ezer lakos számláló favela arculata így jelentősen átalakult. A halászfalura emlékeztető városnegyedben csökkent a vízszennyezés, amelynek köszönhetően jelentősen javult a vízminőség. A teljesen eltűnt vízi növények és halak ismét visszatértek. A méltó életkörülmények és a megfelelő minőségű lakóházak az itt lakók méltóságára és önbecsülésére is kedvezően hatottak. Számos társaság foglalkozik a társadalmi felemelkedés problémáival, mint ahogyan ez a helyi capoeira csoport is, amely a legjobb Salvatorban. Kérésüknek eleget téve most bemutatják figyelemre méltó tudásukat. A Projekt Otamar egy 23 évvel ezelőtt indított országos program, amelynek keretében a tengeri teknősök megóvásával foglalkozunk. Célunk a partszakaszunkon élő 5 faj védelme. A Tamar program a brazil tengerpart 1000 kilométerére a teknősök táplálkozásának és szaporodásának legjelentősebb területére terjed ki. Hiszünk benne, hogy ha folytatjuk a munkánkat, akkor elsősorban az oktató tevékenységek révén sikerül elérnünk a braziliai tengeri teknősök fennmaradását. A látogatók számára kialakított központ, ahol egészen közelről meg lehet figyelni a teknősöket, nagyon fontos szerepet tölt be a programban. De ez csupán a látható része annak az óriási szervezetnek, amely eddig mintegy 5 millió újszülött teknősnek segített élve eljutni az óceánba. 2002-ben 600 ezer példány született a Projekt Otamar segítségével. A teknősök tojásrakási szezonja a brazil partokon szeptembertől márciusig tart. Mindig lenyűgöző látványt nyújt, és minden alkalommal külön győzelemnek érezzük azt, amikor a kis teknősök először merülnek el az óceán vizében. Mert az a város egyik legbiztonságosabb része.
Rögtön látszik, hogy az egész negyedet úgy 7 évvel ezelőtt teljesen felújították. A Pelourinho negyedet, Salvador történelmi és kulturális központját 1985-ben nyilvánították a világörökség részévé. Sokáig nagyon veszélyes környékként ismerték, de a dolgok megváltoztak. Ma már nyugodtan andaloghatunk a bájos kisváros részben a boltok, műemlékek és a turisták között. Itt kezdődött a modern Brazília történelme. A portugál gyarmatnak 1549-től Salvador volt az első fővárosa, és egyben az új világ első és legnagyobb rabszolgapiaca. A rehabilitációnak köszönhetően a városnegyed újra megtelt élettel, aminek az ára számtalan telekkisajátítás volt, és a képeslapokra emlékeztető idilli kép talán már nem az egykori bájt és eredetiséget tükrözi. Köble, a modern Brazília történelmének és kultúrájának bölcsője, az egyik legnagyobb és minden kétséget kizáróan az egyik legszebb öböl a világon. Mi több, javarészt természetvédelmi terület. Ebben a gazdasági nehézségekkel és szélsőségesen nagy társadalmi különbségekkel küzdő országban, ahol az idegenforgalom nagyon fontos bevételi forrás, az öbölbeli beruházások akár példaértékűek is lehetnek. Megmutatják, hogy megvannak a megfelelő feltételek és adottságok ahhoz, hogy a fejlődés élhető és tartós legyen. Ha csak nem üti fel a fejét a tömegturizmus réme, akkor viszont mit hoz a jövő?